Köszöntöm a városnak, hogy sajtó munkatársai és vendégeinket, dr. Harangozó Tamás országgyűlés. Az országos elnökség tagját, frakcióvezető helyettest, Lehető Józsefet, a kettes számú választókját, MSZP és országgyűlési képviselő jelöltjét, és rendben képviselőjét is. Mindketten aktuális politikai és gazdasági kérdésekről fognak beszélni. Először átadom a szót dr. Harangozó Tamásnak. Ami az érdemi részét illeti, a tegnapi napon bizonyára önök is értesültek róla, hogy valószínűleg ennek a választásnak az egyik legfontosabb és legnagyobb horderejű bejelentése történt, akkor is, ha ezt ellenzéki és akkor is, ha ezt kormánypárti szemszögből nézzük, hiszen létrejött a győzelem szövetsége, létrejött a kormányváltó erők politikai szövetsége. Tegnapi napon bejelentettük, hogy azon ellenzéki politikai pártok és erők, amelyek indulni kívánnak a választásokon és érdemi szavazói bázissal és támogatottsággal rendelkeznek, megállapodást kötöttek abban, hogy közösen indulnak a választáson. Ezzel a megállapodással az ellenzéki pártok döntő többsége és ereje biztosítja azt a lehetőséget, hogy a választópolgárok 2014 áprilisában le tudják váltani ezt a kormányt. Biztosítja, hiszen egyrészt technikailag és politikai értelemben is, hiszen ez elrendezi azt a kérdést, hogy a Fidesszel szemben a demokratikus bal és közép pártok egy-egy képviselője fog szemben állni az egyéni körzetekben, és mint tudják, a választójogi rendszer átalakítása után gyakorlatilag az új választójogi törvény értelmében ez a választás az egyéni körzetekben fog elsősorban eldőlni, tehát ez egy létkérdés volt. És természetesen a politikai feltételeit is megteremti azzal, hogy ezek a pártok közös listát fognak állítani, ami Magyarország legújabbkori demokratikus történetében még soha nem fordult elő, ez a legelső ilyen alkalom, tehát újdonság ilyen szempontból is, és nyilván a résztvevők és a lakosság, vagy a politikai elemzők tekintetében is egy teljesen új konstrukció. Itt azt kell látni, hogy 5 különböző és 5 önálló párt állapodott meg abban, hogy közös listát állít. Az 5 párt vezetője foglalja majd el az első 5 helyet a listán, ez egy elvi döntés volt. A Magyar Szocialista Párt ebből az 5-ös fogadból adja a miniszterelnök jelöltet, Mesterházy Attila személyében, amelynek a döntése nálunk a szombati választmányon és a jövő heti kongresszusunkon meg fog történni. Illetve, amit meg érdemes tudni, hogy ezen a szövetségen belül az MSZP adja a listás helyek tekintetében és az egyéni körzetekben is a 2/3 az ellenzéki erőknek, és a másik 1/3 tekintetében pedig a DK, az Együtt 2014 PM és a liberálisok osztoznak. Mindenki kellő belátással, kompromisszumkészséggel, és azt gondolom a választók, főleg az ellenzéki választók tekintetében, szemszögéből a feladathoz felnőve viselkedett az elmúlt egy héten ezeken a nem könnyű tárgyalásokon, és azt gondolom, hogy megnyugtató az a végeredmény, ami nyilván számos politikai támadás része lesz, ettől mi nem félünk, hogy nem így lenne, hiszen ismerjük a politikai ellenfelünket, de ami a legfontosabb, garantálja azt, még egyszer mondom, technikailag és politikai értelemben is, hogy azok a milliók, akik a Magyarországon a Fideszt lekívánják váltani, mert személyes helyzetük, hitük szerint más típusú, másféle országban szeretnének élni, nekik lehetőségük lesz egy olyan szavazatot leadni, amelyik nem veszik el, és amelyik garantálja, hogy ennek az Orbán rezsimnek 2014-ben, ennek a rémálomnak vége legyen. Azt pedig, hogy itt helyben az ellenzéki pártok érdemben és tartalomban is együtt fognak működni, azok a következő napok, hetek dolga lesz, nem csak országosan, hanem természetesen Békés megyében, és azt már önök tudják, az a megállapodás nem érintette Békés megyét, tehát a szocialista körzetek száma, illetve az Együtt körzete Gyulán megmaradt. Egy fontos különbség lesz, minden ellenzéki párt, minden ellenzéki politikusa
támogatója és aktivistája immáron azon egy jelölt mögé fog beállni, és annak a technikai részleteit, mint mondom, a következő napokban itt helyben is egyeztetni fogják a kollégák, hogy ezt hogy fogjuk megvalósítani, aki a közös szövetség nevében itt indul, és hát aki itt indul önöknél, ugye Rejtő József képviselőjelölt társam. Én úgy gondolom, hogy igazából sok-sok egyéb mellett az egyik legfontosabb tényező, hogy valaki a munkája után meg tudjon élni, legyen munkája. Hát úgy tudom, hogy Békés városban is ezzel jelentős problémák vannak, hiszen a munkanélküliség 20% körüli, és bizony ez nagyon magas. Tehát ha még ehhez hozzáveszem azt, hogy jártamba keltem be Békés városban, sok-sok olyan emberrel találkoztam, akik nagyon szívesen dolgoznának, ha lenne hol és lenne mit, akkor azt hiszem, hogy elérkeztünk egy olyan fontos ponthoz, amit mindenféleképpen el kell mondanunk, hogy mit akarunk ezzel, hogy akarjuk ezt megoldani, ezt a kérdést. Az már látszik, hogy ez a közmunka, úgynevezett közmunkaprogram, hát igazából nem tudja a hivatását betölteni, többféle okból kifolyólag. Mi MSZP azt mondjuk, hogy mindenféleképpen egy tisztességes, értékteremtő munkát kell, hogy végezzen mindenki, és ehhez kapcsolódó tisztességes jövedelemhez jusson. Most ez sajnos nem így van, és bárki hiába állítja, hogy ebben a 41 néhány ezer forintból remekül meg lehet élni, én azt javasolnám, hogy aki ilyet mond, azt próbálja meg, és utána tartson egy sajtótájékoztatót, amin elmondaná, hogy milyen nehézségei támadtak közben. Ha azt akarjuk, hogy egy tisztességes országot építsünk úgy, hogy a gyerekeket megfelelő orvosi ellátásba időbe tudjuk részesíteni, mert az anyagi vonzatnak ilyen dolgai is vannak ám, hogy hiába beteg a gyerek, ha nem tudja valaki azt a gyógyszert megvenni, ami ahhoz kellene, hogy egészséges legyen. Ezután a tanulás. Hát kérdem én, hogy a mai rendszerben milyen lehetőségei vannak egy szegény ember gyerekének, én úgy gondolom, hogy nem túl sok. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy biztos látják önök, hogy már nem a legfrissebb kiadás vagyok, 64. életévemet taposom, és így azért kellő élettapasztalattal úgy gondolom rendelkezem, és ez az élettapasztalat azt mondatja, hogy szóval a régi rendszerben, az úgynevezett szocializmusban sokat bírálják manapság, de nem sokan szerintem, hiszen ennek is megvoltak a maga előnyei. Mindenkinek volt munkája, volt tisztességes megélhetése, és persze hibák itt is voltak, mint mindenhol, és a jövőben is lesznek, mert hiba nélkül semmilyen rendszer nem működik. Tudjuk, hogy a repülőgépeket milyen ellenőrzésnek vetik alá, sajnos néha azok is lezuhannak. Tehát ezt is én úgy gondolom, így kell kezelni. Tehát abban az időben, ha valaki szegény ember gyereke volt, bár pedig sok szegény ember volt sajnos, azt is el kell mondani, de volt tanulási lehetőség, volt kiugrási lehetőség, és úgy gondolom, hogy mindenkiben volt egy olyan jövőkép, ami biztatást adhatott, lökést adhatott a további munkájához, tanulásához, sajnos ez ma kihaló félben van, és az embereknek ez a mély letargiába való esése, ez sajnos hátrányosan érinti az egész nemzetet, mondhatjuk. Tehát elsősorban ezen kell változtatni. Hitet kell tudni adni az embereknek, hogy van ettől jobb lehetőség, van jövő, amiért érdemes dolgozni, tanulni. Tehát itt én azt mondom, hogy ameddig nem tudjuk azt megvalósítani, amit mi szeretnénk, és meg is fogunk valósítani hatalomra jutás esetén, hogy minden családban legalább egy kereső ember legyen, de nem 47 vagy 49 forint, nem tisztességes bért kapja. Fölmerülhet a kérdés, hogy miből gondoljuk azt, hogy ezen a rendszeren lehet változtatni. Hát én az agráriumban dolgozom már 43. éve, így van bizonyos rálátásom erre a területre. Azt kell mondanom, hogy mindenféleképpen olyan munkahelyekben gondolkodik az MSZP, amely értékteremtő. Tehát az, hogy söpörjük a falevelet, ez is biztos nagyon fontos, de hát sajnos ettől a GDP nem fog nőni, és az embereknek a munka iránti, vagy úgy mondjam, affinitása sem fog jelentősen növekedni. Hogy az egészben egy kis részt kiemeljek.
Például egy szántóföldi zöldségtermesztés rengeteg munkaerőt föl tud szívni ebből az úgynevezett gyengében képzett emberekből, és hát még ami ehhez kapcsolódik, hát legyünk egész őszinték, Békés megyében érdemi feldolgozóipar sem a növény, sem az állatok vonatkozásában nincs. Hát ezzel mindenféleképpen változtatni fogunk, ugyanis a helyben megtermelt termékeket úgy gondolom logisztikai szempontból is az lenne a helyes, és hagyománya is van Békés megyének erre vonatkozóan, tehát ezt csak egy kicsit újra kell éleszteni, nyilván hát tőke, meg tudás, meg sok minden kell hozzá, de ezt meg kell valósítanunk, mert igazából akkor tudunk ezeknek a termékeknek jó árat adni, jó piaci lehetőséget biztosítani. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy kiemelt feladat, és az öt alappillér, az MSZP által meghirdetett öt alappillér egyik nagyon fontos eleme, sőt itt már átléptem két-három részbe is, de én nekem az a véleményem, hogy ameddig ezen nem tudunk változtatni, addig probléma van, és hiába mondjuk, hogy jobban teljesít az ország. Nagyon egyszerű a képlet, ilyen 2 milliós ember létszámokban meg szokták vizsgálni az úgynevezett szegénységi küszöbet. Hát a fájdalom, de azt kell mondanom, hogy az alsó 2 milliós embertömegnek jelentősen csökkentek a jövedelmei az elmúlt időszakban, és hát én úgy gondolom, hogy egy olyan társadalom, ahol sok a leszakadó ember, ez nem lehet egy összesennyébe véve gazdag társadalom, és a másik dolog, ami ehhez kapcsolódik. A makrogazdasági mutatók most tényleg viszonylag jók, hát ez megint más kérdés, hogy ez mennyiben tekinthető a mostani kormány, és mennyiben az összvilággazdasági tendenciáknak, hát nyilván itt az összvilággazdasági tendenciák hihetetlen szerencsésen alakultak ebben az időszakban, de azért azt el kell mondani, hogy ezek akármilyen jól is alakultak, úgy megítélésünk szerint egy országot vezetni, hogy a mikrogazdasági mutatók, vagy makrogazdasági mutatók ilyen szinten legyenek, ugyanakkor 3-4 millió embert ott hagyunk az út szélén, szinte magára hagyva. Hát én nem hiszem, hogy ez lenne a kívánatos, és ezért kívánnának dolgozni az emberek. Én nagyon bízok abban, hogy ezeken lehet változtatni, és akkor egy boldogabb, szebb jövő elé nézhetünk, arról nem is beszélve, hogy a megélhetés mellett, azzal szinte párhuzamosan, azt kell mondanom, hogy a demokrácia, ami úgy sokak számára kicsit megfoghatatlan, de azért azt tegyük hozzá, hogy mikor jobboldali ismerőseim azt mondják, ők is tudják, hogy én ki vagyok, én is tudom, hogy ők ki, azt mondják, hogy a 80-as években Magyarországon nagyobb demokrácia volt, mint most. Hát akkor valami csak van ebben. Tudom, ez a demokrácia sok ember számára megfoghatatlan egyelőre, de higgy el mindenki, hogy ahhoz, hogy igazán szabadok lehessünk egy országba, és nyugodtan, tisztességesen élhessünk, ahhoz ez elengedhetetlen. Én nagyon bízom benne, hogy ezeket, amit az MSZP meghirdetett programjában fontosabb alappilléreket teljesíteni fogjuk, teljesíteni tudjuk, és akkor remélhetőleg a mostaninál igazságosabb, tisztességesebb és élhetőbb ország lesz Magyarország. Köszönöm szépen!